Megállapodtak a költségvetésről és a koronavírus járvány utáni helyreállítási alapról az Európai Unió vezetői Brüsszelben. Magyarország és Lengyelország nem él a vétójogával, elfogadva a német kompromisszumos javaslatot, hogy a jogállami mechanizmus alkalmazását felfüggesztik az Európai Unió bíróságának jóváhagyásáig. And we could say, modestly of course. Szerényen azt is mondhatnánk, hogy megmentettük az unió egységét. Ne felejtsük el, hogy ez a vita nem csak a jogállamiságról, a szabályozásról és a pénzügyi kérdésekről szólt, hanem az unió jövőjéről is. Ez azonban csak az első lépés volt, és még mindig van egy nehéz akadály, mégpedig az egyezség ratifikálása a Nemzeti Parlament által, jelentette ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök. Harcolunk a jogainkért, az átláthatóságért, és küzdünk a jogbiztonságért, hogy ezeket a törvényeket ne kerüljék meg. A megállapodás az együttműködésünknek köszönhető, mondta Mateusz Morawiecki, lengyel kormányfő. Kezdődhet az egyesség megvalósítása és a gazdaság visszaépítése, írta a Twitteren az Európai Tanács elnöke Charles Michel. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig azt tweetelte, hogy Európa haladhat előre. A helyreállítási csomag a zöld és a digitális átmenetet is segíti. A tagállamok újabb szankciók bevezetésének lehetőségéről is megegyeztek Törökországgal szemben a földközi tengeri fúrások miatt.